Kényes egyensúly. Szociális és hitéleti magazin. Készítették a Wesley Stúdió munkatársai. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Civil Rádió Kényes Egyensúly című műsorában, én Takács István vagyok. Mai adásunkban Iványi Gábornak, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnökének a Megbékélés háza templomában 2021. július 11-én elhangzott prédikációjának a szerkesztett változatát hallgathatják meg, amelynek témája az apostolok cselekedetei 19:1-7 alapján a megtérés, hogy hogyan kövessük az Úr akaratát. Jelen műsorunkban a Gentrio együttes muzsikál nekünk, fogadják sok szeretettel. Történt pedig azon közben, míg Apollós Korintuszban volt, hogy Pál eljárván a felsőbb tartományokat Efézusba érkezett, és mikor némely tanítványokra talált, mondta nekik, vajon vettétek-e a Szent Lelket, minek utána hívőkké lettetek, azok pedig mondták neki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy vagyon-e Szent Lélek. És mondta nékik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondták, János keresztségére. Mondta pedig Pál, János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki ő utána jövendő, abban higgyenek, tudnélik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevére. És mikor Pál rájuk vetette kezét, szállt a Szentlélek őreájuk, és szóltak nyelveken, és profétáltak, voltak pedig a férfiak összesen, mintegy 12-en. Eddig olvasuk a Szent Igét, tessék helyet foglalni. Kedves testvérek, a mai napon valahogy az igék, mind olvasmányok is, megtérésről, keresztségről, Szentlélekről, csupa olyan szeméről, fogalomról, dologról szólnak, amelyek alap kérdések ebben a zsidó-keresztény közegben, ha szabad ezt így neveznem, amiből kinőtt valahogyan a mai kereszténység is, aminek nem sok köze van ahhoz, ami ott akkor időszámításunk első évtizedeiben kialakult. Csak hivatkozik a hagyományokra, egymást ölik a különböző csoportok, hogy ki a régebbi. Római testvéreink 320 körülre teszik az ő kialakulásukat, de örmény atyánk fiai már állítják, hogy 301-ben már ők megvoltak. És hát ugyanakkor a rómaiak erősebbek lettek, mozgékonyabbak. Ha végig tekint valaki az egyház történelmen, akkor kicsit talán el is megy a kedve attól, hogy ezzel az egész dologgal valamit kezdjen, holott fontos kérdéseket feszeget a mai igénk is. Így is összefoglalhatnám, hogy vettetek-e Szent Lelket, mire a válasz, sőt azt se tudjuk, hogy van-e Szent Lélek. És ebben benne van egy kicsit valamennyiünk válasza egy feltett, fel nem tett kérdésre, hogy vajon tudjuk-e, mi történik bennünk, velünk, és hol tartunk most a követésnek, melyik pontján érzünk-e valamit többet, mint hogy jó egy emberi közösségben lenni, az sem lebecsülendő, hogy emberek összejönnek, meghallgatnak egy prédikációt, ami alatt még akár szúnyogálni is lehet, mert én például sose haragszom azért, ha valakit elnyom. Az álom, azt gondolom ilyenkor, hogy jól érzi magát, békesség van a szívében, és elszenderedhet. Aztán utána megyünk egyet beszélgetni. Hallottuk az istentisztelet elején, hogy Kati hozott egy nagy tálca friss süteményt, állásak vagyunk neki ezért, és a gondolataink néha oda röppennek egy szeletrácsos süteményhez, amit
amit elhozott egy kávéhoz. És jó ez a közösség, nagyon jó ez a közösség, Isten őrizzen, hogy ezt valamilyen fajta nyomasztó, szorongó légkör váltsa fel, és pláne, ami az elmúlt évszázadok némelyikében volt is, hogy kötelező legyen menni, hát picit tolódunk egy olyan világ felé, amiben hát nem jó a kedvezményezett egyházak Isten tiszteleteire nem járni, mert ott egyfajta társadalmi találkozó helyként esetleg megállapítják, hogy mi nem voltunk ott, de nem erről szól ez az egész dolog. És a nagy kérdés az is, hogy az elhangzó ige hirdetés, amiben lehetnek szép rendben a megfelelő tudomány szabályai szerint elrendezett mondatok, de ha az nem késztet arra, hogy a szívünket megnyissuk az Úr előtt, és nem késztet arra, hogy tanítványai legyünk az Úrnak, akkor hiába való az a beszéd. Mondom, egy azok közül, a dolgok közül, ami jobb, mint hogyha ennél valami rosszabb dologban, mondjuk a reggeli rádió műsort hallgatnánk, bár lehet, hogy ez se igaz, Zoltán, és Olgi mindig beszoktak számolni, hogy ők mérgezik tudatosan a lelküket ezzel, és akkor utána jó itt leöblíteni egy ige hirdetéssel azt, amit a reggeli agymosásban hallottak, és ilyen értelemben nem rossz, de ha nem késztet megtérésre, Istennel, önmagunkkal, egymással való megbékélésre, megújulásra, sőt, arra, hogy lendületet vegyünk, és többről szóljon, ami Istennel való találkozásunk, mint hogy rövid földi életünk csetlő-botló ügyetlenségeit valahogy más fényben lássuk, és legyenek azok kiavítva az Isten kegyelme által. Már is benne vagyok a kérdésben, amiről itt szó van, és akkor egy kicsit mélyedjünk el benne, mert itt vannak ezek az atyafiak Efézusban, ebben a kis-ázsiai centrumban, egy ázsiai központ volt ez, a római birodalom jó érzékkel erősítette meg a környék, hát nem is megyeszékhelyeként, annál ez jelentősebb volt, ma ott országok vannak, Törökország is többek között például, mindenféle egyéb országokra szabdalódott a világ, a főniciaiak alapították egyébként ezt a
várost, és megint csak ők is jó érzékkel, volt vize, kereskedelmi központ volt, és igen alkalmas hely volt arra is, hogy itt a korabeli pogány vallások találkozzanak, hogy amuletteket, kegytárgyakat lehessen itt venni, tanfolyamra lehessen menni, hogy hogyan követhetjük ezeknek a vallásoknak az izgalmas útjait, ahogy ma is annyiféle dolog van, amire az emberek nyitottak, vacogva ülnek, jó sok pénzt fizetnek érte, és azt gondolják, hogy beláttak a függöny mögé, holott az Istennel való találkozásnál nincsen felemelőbb dolog, nincsen nagyobb érték. Lehet, hogy nem vacogva ülünk ott, és nem függöny mögötti titkokat értünk meg, de rájövünk valamire, arra, hogy mi hiányzik az életünkből, és hogy mi az, ami a mi döntésünktől függ. És visszavisz ez bennünket egy éjszakai beszélgetéshez is, amit Jézus Nikodémussal, a legfelsőbb bíróság tagjával, egy írástudó farizeus emberrel folytatott ott a háztetőn, és ott is erről beszélgettek egymással, hogy lehet-e újonnan születni. Vissza lehet-e menni a születés előtti pillanatokba, amiről a múlt vasárnapi istentisztelet is szólt egyébként, hogy Isten már a fogantatásunk előtti pillanatban is ismert bennünket, elképesztő ez. Akkor nem voltunk még biológiai halmaz, sehol nem voltunk, és aztán utána, amikor a megtermékenyülés megtörtént, a kiválasztás, akkor a születés előtti pillanatunkban már megszentelt bennünket. Mondja ezt az Úr a prófétának, vajon nekünk mondhat-e hasonlókat, akar-e mondani hasonlókat, és mondtam a múlt vasárnap, hogy lehet, hogy nem mindenkinek szól, hogy prófétának elhívta őt az Úr, de az igen, hogy ismert bennünket. És ő akarta, hogy itt legyünk ezen a földön. Akár hisszük ezt, akár nem. Mert olyan hihetetlen egyébként. Talán azért is, mert sokan közülünk egy életen át küzdenek azzal a gondolattal, hogy vajon értékes-e az életük igazán? Ér-e valamit? Mi végre vannak ezen a világon? És itt volt Efézusban, ebben a szellemileg nagyon fertőzött városban egy kis közösség, 12 férfi és a hozzájuk tartozó családtagok, a kedves, áldott, drága, türelmes asszonyok, akik izgatott és gyötrődő férjeik mögött ott álltak, mosták a ruhájukat, főzték az ételüket, fésülgették a borzas frizurájukat, szakállukat, és meghallgatták, hogy éppen most mire jutottak abban a dologban, ami foglalkoztatta őket, hiszen nem a termelő munka, a látástól vakulásig végzendő termelő munka volt soha a legfontosabb a zsidó nép életében sem, ha a földet művelni kell és gondozni kell a rajta lévő dolgokat, de nem a munkát dicsőítette soha Isten népe, hanem tudta, hogy az csak egy eszköz, de az igazi munka az az, amit a lelkek megmentéséért, az emberek felébresztéséért végezhet valaki. És Pál ezzel a céllal jött ide is. Pálnál külön meg kell jegyeznünk azt, hogy egy hatalmas változás ment benne végbe, egy hihetetlenül nagy változás. Nem arról van szó, hogy ő keresztényé, kikeresztelkedett zsidó lenne, megkeresztelkedett ember volt, de abban az értelemben, ahogy az itt megemlített keresztelő János tanítványai is megszólalnak. Valószínűleg keresztelő János tanítványairól van szó. Pál ennél egy kicsit több volt, sőt, amikor ott a damaszkuszi úton világosság vette őt körül, akkor egy már meglévő kis
Jézust mesiásnak tekintő közösség befolyása alá került, és ott keresztelték őt meg. Nem lehetetlen, hogy azok között is ott volt, akiket János is keresztségre hívott. És most szintén egy hasonló kis körrel találkozik Pál, aki, és ezért érti őket pontosan, mert ő is végigment ezen az úton. Találkozott tanítványokkal, mondja az ige, rögtön kérdezzük, hogy kinek a tanítványai voltak ezek. Hát valószínű keresztelő János, bár némelyek vélelmezik azt, hogy ők már Jézus tanítványai voltak, de ennek ellenére volt bennük egy kis zavar. És valljuk be őszintén, hogy valamennyiünkben tud lenni egy kis zavar. Már az egy megemésztendő kérdés, hogy melyiküknek volt igaza, Pálnak-e vagy Jakabnak, amikor ott az első század 30-as éveiben, 30-as, 40-es éveiben afelől folyt a vita, hogy kapcsolódjunk-e szorosan Izrael népéhez, törzséhez, vagy ezt toljuk félre, és egy újat kezdjünk, amiben az alapok ugyan közösek, de formai dolgokban nem közeledünk jobban Isten népéhez, mert belátjuk, hogy nem tudjuk a megfelelő elvárásokat teljesíteni. Ez volt Pál érvelése, hogy ezeket a nyomorult szegény pogányokat ne terheljük meg azzal, hogy mit egyenek, hogy mi az a szombati nap körül, ugye abban az időben kezdődött a vasárnapnak az ünneplése is, mert akkor támadott fel az Úr, és ez a két dolog is volt, akinél párhuzamosan ment a mi világunk is olyan, amiben akár szombatot, akár vasárnapot is megünnepelhetjük már, és az a világ nem volt nagyon kötelezően hatnaposra beállítva, hát a rabszolgák szegények heti hét napot dolgoztak, a többiek meg megállapodás szerint. Szóval egy zsidó ember számára az Isten követése az 24 órás napi feladat. És ki van találva minden pillanatra valami, hogy nehogy a bűn jusson az ember eszébe. Gondolunk Noéra, aki 100 évig építette a bárkát, és a midrások szerint többek között azért, hogy ne jusson eszébe a bűn. Nem tudta, hogy lesz-e haszna ennek a hajónak, de ott a felesége is szemmel tudta őt tartani, mert mindig tudta, hogy ott matat, ott barkácsol, ott fusizik. Most nem mondom, hogy a sufniban, mert azt hamar kinőtték a sufnit, de ott valahol víz sehol a közelbe, de nem baj, legalább nem csinál semmi rosszat, és szem előtt van ez az ember. És 100 éven át fabrikált ott valamit a kortársak nagy mulatságára, akik sokkal racionálisabban gondolkoztak, mint ő, és jókat haotáztak ezen a mesén, hogy jön majd egy óriási vihar. Mit mondtál, Ildiko, hogy mi ez, ami... Mammatus? Megjelenik majd egy csomó mammatus felhő, meg jön az árvíz, és akkor jó viccek készültek talán erről, eljátszották, hogy hogyan fognak helyet foglalni, de sehol a közelben nincs víz, hát Noé bolond, aki ilyesmivel tölti az idejét, de legalább nem csinál bűnöket, miközben a többiek tivornyáznak, megcsalják egymást, lopnak, csalnak. Noé nem ér rá, mert jön az árvíz, el kell készülni, Istenem, sikerül-e még beszurkozni a hajót, mert az óriási hajó, ami nem tudom, talán valami 170 méter, ha jól emlékszem, több mint 170 méter, mire azt kívül-belül beszurkozta, ezt a szurkot mind felolvasztani, nem tudom, dolgoztunk-e már ezzel a büdös, kemény, fekete, ragacsos anyaggal, tetőt szurkozni is nagy munka,
hát összeszedni a szurkot, felolvasztani, bekenni vele a hajót kívül, belül, fiam, ott kenjél még rá, mert be fog törni ott a víz, Istenem, besötétedett az ég, csak nem most jön az özönvíz, gyerünk, hajrá, fiúk, csináljuk, mert voltak hármas Ikre és Imham Jáfet, akik vele együtt dolgoztak, és asszony, ne feszekedj, hanem kérlek, főzz egy levest, gyengék vagyunk már, de még belehúzunk egy kicsit. De ember, ez már 90 éve megy így. Nem baj, ne törődj vele, de jön a vihar, jön az özönvíz. És ebben a feszültségben éltek, és Isten széttekintve a világon csak ezt a különc családot látta olyannak, akiket érdemes átvinni az új világba, az özönvíz utáni világba. Jézus példázataiban is megjelenik az özönvíz, és azt mondja némi malíciával, szomorúsággal, bánattal, hogy hát úgy lesz a világ végén is, mint a Noé napjaiban, hogy az emberek adtak, vettek, házasodtak, férhez mentek, nem vettek észre semmit. És így tört rájuk ez a szörnyű vihar. Emlékszünk, sok évvel ezelőtt járta be a világot a hír, hogy egy hatalmas ítéletidő alkalmával egy földcsuszamlás egy egész várost eltemetett, és képtelenség volt kiásni, és úgy ott azt a kupacot, ami eltemette a várost, szentelték be akkor a egyházi emberek, hát a évszázadok múlva ott ásatás lesz, a sár alatt autót, kuktát, mármint edényt, kávéfőzőt, mit tudom én, mi mindenféléket fognak találni. Egy világ, amely élte a mindennapjait egyik pillanatra a másikra, mint ahogy a Vezúv lávája hajdan egy mai modern várost is eltemetett nekik, az
világvége élmény volt. És nem akarok senkit ijeszgetni, nem is szeretem, hogyha a megtérésre való hívogatás az alapvetően egy ilyen világvége emlegetéses nyomasztás és gyötrés. Látod-e, hogy a világ milyen borzasztó, és itt van már a világ vége, jön, mondják olyanok, akik egyáltalán nem úgy élnek, mintha a világ végére készülnének, de az emberektől ezt elvárják. De kanyarodjunk csak vissza ide Efézusba. Szóval Pál, akinek az volt a véleménye, hogy hagyjuk, ne zsidósítsuk az embereket, Jakab viszont azt mondta, hogy ne mondjunk le erről. Hát van annyi érték a zsidóságban. Hát tényleg, aki az Urat akarja keresni, az ne egyfajta érzelmi zsarolás áldozata legyen világvége várás miatt. Ugye az első század az tömve volt ezekkel. Ma is jól látható e század irodalmából, hogy világvégére azt vizionálták. Hát ebben csak annak örült mindenki, hogy a birodalom végre összeomlik és megérik, hogy ne egy zsarnok uralkodjék fölöttük, hanem egy szabad világban ébredhessenek egy napon majd föl. De mondom, nem ezzel akarta gyötörni az atyafiakat, Jakab se. Azt mondta, hogy aki az Urat akarja követni, az készüljön fel a bar mitzvóra, vagy bat mitzvára, az járjon tanulni, az vegye kezébe a Bibliát, ugye ez a most Ószövetségnek nevezett tekercshalmaz volt, akkor keresse az Urat, és hát Pál egy idő után nem vitatkozott tovább, hanem ment a maga útján. És nem tudjuk pontosan, hogy igaza volt-e. Az, hogy mi ma itt ülünk, az is az ő munkájának az eredménye. De hogy mi lesz abból az indításból, ami őt hevítette, hogy lesz-e belőle valami, hogy lesz-e itt, ugye most már eltelt több mint 20 év, hogy itt áll ez a templom, a következő 20 évben lesz-e még itt gyülekezet, lehet, hogy kinövik az egészet, hogy ez egy kis imaterem lesz, amiben a reggeli imára fognak összegyűlni. A különösen kegyes emberek imaórára mindig kevesebben szoktak járni. Vagy elárul és lebontják, nem tudjuk, hogy mi fog itt történni. És Pál se látta ezt előre. Koncentrálnia kellett arra, hogy az ő korában mi történik. Vinni az üzenetet. És mi ez? Talált ott 12 tanítványt is, és mindjárt a közepébe vágott a dolognak, és azt kérdezte, vajon vettetek-e szent lelket, minek utána hívőkké lettetek? Hívőké lettetek, és utána vettetek-e szent lelket. Tehát a két dolog, mintha egy kicsit elválna egymástól, mintha lehetne hívővé lenni, úgyhogy az ember nem vesz szent lelket egy darabig. És azért mondom, hogy egy darabig, mert annak előbb-utóbb fel kell merülnie, hogy mi az a különleges áldás és ajándék, amit Jézus a tanítványainak mond, maradjatok Jeruzsálemben, míg el nem küldöm rátok az atyának a lelkét, a szent lelket, és nem tudták a tanítványok se, hogy az mi. De már előzőleg is egyszer történt, hogy Jézus rájuk lehelt, és azt mondta, hogy vegyetek szent lelket. Nem merték megmondani, hogy nem értik, hogy mi történik. És az is biztos, hogy minden munka, amit végeztek, emberfeletti volt. Ördögöket űztek, gyógyítottak, és jöttek vissza Jézushoz, hogy Uram, működik a dolog. És mások meg azzal jöttek vissza,
Éppen itt tartunk most a szombati kis bibliaolvasásunkban, az evangéliumoknál, hogy elküldte őket Jézus jövő alkalommal. Lesz talán az a szakaszunk, amiben azt olvassuk majd el, hogy némelyek meg szomorúan jöttek vissza, hogy náluk nem működött a dolog. És Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, nyugalmat adok nektek, és új szempontokat, eszközöket. Nem mindenkinél működött, de mi ez a bizonyos működés? Nos, az első keresztségi forma az, amit keresztelő János vezet be. Erről is beszéltem már itt, elmondtam, hogy ez az úgynevezett keresztelés kicsit zavar bennünket, hogy ezt egy keresztény aktusnak gondoljuk, nem az volt eredetileg, hanem a zsidóvá való betérésnek volt egy fontos lépése. Tehát aki eljött, mint egy beszennyezve, az efézusi erkölcsökkel, bálványimádással és okkultista dolgokkal, az meggyőztük arról, hogy szedje le magáról azokat a jelvényeket, amuletteket és egyebeket, amikben eddig hitt, ezeket dobja ki, olvassza be, legyen belőle pénz mondjuk, vagy valami egyéb, bár arra is, mint fertőzött dologra néznek némelyek, és utána egy nagy fürdésben vegyen részt, mint egy lemosó a múltját. Ez a kötelező hetenkénti fürdésre fenntartott mikve volt, amiben férfiak, nők jártak külön-külön persze fürödni, és vagy ott, vagy valamilyen természetes vízbe menjenek el, bukjanak alá, mintha meghalnának a múltjuknak, és vigye el a víz azt, ami eddig az életüket megfertőzte, és új emberként keljenek fel. És azt mondta a keresztelő János, hogy ez nem csak a pogányoknak kéne megtenni, ám emberek, hanem nektek is, mert ugyan körül vagytok metélve, benne vagytok az Ábrahám szövetségébe, de nem úgy éltek, mint Ábrahám. Formálisan, mintha követnétek az ő hitét, mintha az ő hitére volnátok körülmetélve, vagy mondanám most a megkeresztelkedve szót, mert valaki másnak a hitére kell most ezután majd megkeresztelkedni, tehát mintha követnétek Ábrahámot, de ez nem igaz. Ezért valljátok be, hogy pogányok vagytok, és térjetek be rendesen szívetek szerint, mossátok le a bűneiteket. És ez csupa zsidó, vallásos zsidó embernek mondta, akik között még papok is voltak. Egy őszinte szívű istenkereső pap, sajnos kicsit ritka dolog az is, és azok is odaálltak, és Jézus is jön. Jézus is beállt a sorba, terjedt el futótűzként a hír, pedig hát azt gondoltuk, hogy neki nem kell oda beállni, de ő nem magyarázza. Ő is beáll oda, és ő is megkeresztelkedik, és utána egy furcsa élmény van, megint csak az égen, még egyszer mond a nevét? Nem egy mammatus, hanem mintha egy galamb jönne, és akkor egy szózat szól, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, Isten szava, ez. Szóval a János keresztsége szerint megkeresztelkedni ezt jelentette. Ez a 12 ember minden bizonnyal zsidó, vallásos zsidó ember volt. Valószínűleg a keresztelő János követői, őszinte istenkereső emberek. De arról nem hallottak, hogy a Szentlélek azon túl, hogy minden az ő munkája, az is, hogy megtértünk. Az is, hogy a János keresztségében részt vettünk, noha esetleg körül is voltunk metélve. Ez mind a Szentlélek munkája, mert az Isten lélek, az Isten Szentlélek, ez nem úgy van, hogy ugye nem is kezdettől fogva bontották a teológusok ezt a
az isteni valóságot három személyre, Atya, Fiú, Szentlélekre. Talán azt gondolták, hogy így követhetőbb a mi számunkra, de lehet, hogy még nagyobb zavart okoztak ezzel. Szóval az Isten maga a lélek, a Szentlélek, aki által minden van, és a lelki valóság több, mint a fizikai. A fizikai egy korlátozott. Tehát ha valami bezárjuk a Szent Lelket, akkor kevésbé általános az ő működésének a lehetősége. De a megtéréskor valami ilyesmi történik, hogy a megtisztított szívbe, a bűneitől megtisztított szívbe beköltözik Istennek az akarata. Az Úr maga bennünk van, és mi is ő benne élünk, mozgunk, vagyunk, mert Isten valósága mindent kitölt. Nem egy távoli ponton kell őt keresnünk, valami eddig fel nem fedezett csillagon, ami nagyobb, mint a mi naprendszerünk, tejútrendszerünk, bármilyen rendszerünk. Nem, Isten betölti az egész világot. Minden ő benne történik. És az ő Szent Lelkével ezért minden ember, az is, aki nem hisz benne, találkozik. De az az én tudatos döntésem, hogy megengedem, hogy ő irányítson engem, hogy ott legyen az akaratomban, a gondolataimban, hogy én ezt megmerem kérdezni, vagy kérni, és azt merem mondani, hogy Uram, odaadtam a bűneimet. Most megengedem, hogy te befolyásolj engem, az egy életre szóló nagyobb döntés, mint mikor a bűneimről lemondtam. És ez erre kérdezett pár, megtörtént ez veletek? Vagy csak odaadtátok a bűneiteket, lemostátok a keresztelő János prédikációja szerint magatokról a bűnt. Fontos dolog, hogy lemostátok, de vajon beengedtétek-e az életetekbe a Szent Lelket? Vagy úgy gondoltátok, hogy most már megtisztult életetekkel fogtok azt csinálni, amit akartok, és jó dolgokat szeretnétek csinálni, de azt csináljátok-e, amit Isten akar? Ez nem kis döntés. Uram, legyen meg a te akaratod. Ez egy nagyon nehéz döntés. Mert tele vagyok tervekkel, tele vagyok vonzalmakkal, van célja az életemnek, szép dolgokat szeretnék csinálni, de akarja-e Isten, hogy én azt csináljam, vagy kénytelen eltűrni, hogy én, mint Noé, nem rosszat cselekszem, barkácsolok valamit, ami meg fogja menteni az élővilág egy részét, nem lebecsülendő, bizony nem az. Megmentjük a kutyákat, macskákat, kihaló fajokat és egyebeket, egyre nagyobb jelentősége van ennek. És nem ezzel szemben van a Szentlélek munkája, hagyni kéne a kóborállatokat, és fontosabb az, hogy az elveszett lelkek után menjünk. Nem így van. De a legfontosabb az, hogy kiderüljön, irányíthat-e engem Isten, vagy még mindig a magam megsebzett, vagy sebezhetetlen gőgje irányít, a kivagyiságom irányít engem, és Uram, meg vagyok bántva, hogy beleszólsz az életembe. Hát miért szólsz bele? Hát látod, hogy nem csinálok rosszat, akkor miért mondod azt, hogy én téged nem követlek? Szerencsére ez a 12 ember nem itt tartott, hanem ott tartott, hogy ha ez egy döntő kérdés, hogy nem csak a bűneinktől szabadít meg az Úr, hanem föl akar használni a céljaira, és nem csak olyan mértékig, ameddig mi is látjuk a világot, mert ahogy megtértünk, rögtön elkezdtük kicsit másként látni. Egy paraszt ember mondta el annak idején ott Nyíregyháza környékén, hogy mikor ő megtért, a lova észrevette. Mert azokban az esetekben, amikor mindig megrakta az ostorral, a ló mindegy várta a verést, és elmaradt a verés, mert megváltozott az ő élete, és a ló megállt, és hátrafordult tanástalanul, hogy hol marad a püfölés. És van ilyen, de ez még nem a Szentléleknek az a munkája, amit bennünk elvégez. Milyen bánatos voltam, amikor szembesültem azzal, hogy a mi nyíregyházi gyülekezetünk paraszt emberei is annak idején részt vettek a Soában a családok elszállításában. Kérdeztem az egyiküket, hogy hát nem lehetett volna ebből kimaradni, Andri bácsi.
menni kellett, mondta ő. És mondom, nem lehetett azt mondani, hogy lovam lesántult, szekerem kereke kitört, menni kellett, mondta ő. Na most nem egészen volt ez így, meg ha menni kellett, akkor nem lehetett volna megérteni, hogy itt ér véget az én utam, és azonosulnom kell azokkal, akiket elhurcolnak, és én nem fogok szerepet játszani abban, hogy őket kiszakítsák családjukból, és elvigyék a megsemmisítés felé. Menni kellett, mondta ő, de hol volt a Szentléleknek a munkája, és hol van ma? Hol van azoknak a politikusoknak az életében, akik hivatkoznak kereszténységre, sőt, állítják, hogy ők fogják megmenteni. De vajon munkálkodik-e bennük a Szentlélek? Isten akarja-e azt, amit csinálnak, vagy ők akarnak valamit, és rá akarják kényszeríteni a hatalommal rendelkező Istent, hogy támogassa őket abban a törekvésükben, hogy ők maradjanak hatalmon. Nem biztos, hogy a Szentlélek munkája az ő sikerük. Vajon vettetek-e szent lelket, vagy csak bárkát fabrikáltok, mondjuk így, most ide-oda ugrálva évszázadokat a dolgok között? Vajon irányít-e bennünket az Istennek a lelke? Mert egyébként észrevétlenül annyi minden irányít. Nagyon jól tudják ezt a kereskedők, akik valamit el akarnak adni. Tele van az internet mindenféle reklámmal, az ember híreket akar nézni, bele tolakszanak. Sokszor ki se lehet onnan tiltani őket, mert ide-oda elkattingat az ember, és megint egy másik helyen ugyancsak előbukkan. Az élelmes emberek az arcunkba tolják azt, amit magunk se tudjuk, hogy miért döntöttünk úgy, ahogy azokat a híreket hallgatjuk, olvassuk vasárnap reggel, van ugye, és megállapították a testvérek, hogy aki csak ezt hallja, annak nem lehet csodálkozni a döntésein. Vajon vettetek-e szent lelket, minek utána hívőkké lettetek? Hívőkké lettetek, de vettetek-e szent lelket is? Vagy csak a csomag egyik felét vittétek el, azt, amiben a keresztelő János féle megtisztulásról van szó, hogy ne csináljatok rosszat, hogy legyetek többek, mint vallásosak, mert ezek nagyon vallásos emberek voltak. Tehát nem ez volt a baj, hogy nem járnak zsinagógába, meg nem fizetnek tizedet, meg nem mosnak kezet étkezés előtt, és mit tudom én, még mi minden, nem tartják meg azt, megtartották, kezet mostak, tizedet fizettek, nem csináltak rosszat, jó dolgokat barkácsolgattak állandóan. De mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? És akkor ott vannak előttem a proféták, akik először ráeszmélve arra, hogy ez milyen döntően fontos kérdés, elkezdenek menekülni. Uram, jaj, ne, engem ne. Kérlek, hogy ne akard a te szent lelkedet belém pumpálni, hogy innentől kezdve az történjen, amit te akarsz. Nem tudok beszélni, fiatal vagyok. Engem ott kinevetnek, engem ott megnyúznak. Nem tudom, mi minden eszünkbe jut. Jaj, ne add a szent lelkedet. Miért? Mert a szent lelkedet adod, oda fogok menni, ahová egyébként nem mennék. Pedig nekem van egy életcélom, egy szép hivatásom, egy jó és szép elképzelésem arról, hogy mivel töltöm azt az időt, amit itt a Földön tőled kapok. Uram, legyen elég az, hogy én nem csinálok rosszat, és szeretem fele barátomat, mint magamat. De vettetek-e szent lelket, minek utána hívőké lettetek? Ó, azt sem tudjuk, hogy mi a szent lélek, mi ez. Mi az, amikor Isten mondja nekem, úgy, ahogy egyébként Ábrahámnak hajdan, hogy kelj fel és indulj el. Hová? Majd én megmutatom. Hát most egyelőre induljál el arra fele, kelet fele, vagy nem tudom merre. Majd megmondom útközben. De hát Uram, így nem tudjuk, hogy hol fogunk kikötni. Hát
Igen, a rókáknak barlangjuk van, oda visszajárnak, az egy pont. Az égi madaraknak fészkük, oda találnak. Még egy fél év elteltével, és jön megint a nyár, és a gólyák visszatalál. Az ember fiának nincs fejét hová lehajtani ebbe. Benne van, hogy nem tudjuk, hogy hol fogunk megszállni, hát majd ahol beesteledik. Majd ahol helyet kapunk. Nem kapunk, akkor lekuporodunk a sarkunkra egy fal tövébe, ó, mennyi ember alszik így. Vagy éppen néha hajnalban átmegyek a városon, látom őket. És nem feltétlenül azok a fiatalok, akik annyit buliztak tegnap éjjel, hogy nem találtak haza, olyanok is vannak. De hányan alszanak, kuporognak emberhez méltatlan körülmények között, mert nincs fejüket hová lehajtani. Azt akarod, Uram, hogy én is ilyen hajléktalan legyek? Van, akinél igen. Egy ember, egy Kagawa nevű ember volt, akit Isten arra hívott el, hogy költözzön a hajléktalanok közé, és éljen úgy, mint ők. Oda költözött. És éveken át talán haláláig köztük élt és szolgált. És sokszor érzem én is azt, hogy így kívülről hazamenni onnan, autóba beülni és elhajtani, miközben hát emberek ott maradnak, és nem nyugtat meg az a gondolat, hogy a semminél ez is jobb. Csak hát a gondolatok mélyén a visszavisszatérő kérdés, miközben az ember jó és szép dolgokat is csinál, ami előtt kalapot emelnek sokan, azok, akik helyett is csináljuk ezt, nagyon jó, hogy csinálják, itt van egy kis pénz inkább, mert jó, hogy valaki ezt csinálja, köszönjük, hogy csinálja. Sajnáljuk, hogy az állam elveszi a pénzt maguktól, szégyeljék magukat, de én adok egy kis pénzt. De nem csak azért, mert egy vívódó lélek vagyok. Az én zsidó lelkem állandóan háborog és vívódik. De nem csak ezért van, hogy én is azt kérdezem, hogy vettem-e a szent lelket, vajon azt csinálom-e, amit az Úr akar.
akkor most keresztelkedjetek meg a Jézus Krisztus nevére. Jézus személye is egy megosztó személy. Ő maga beszélt erről, hogy akár a család ketten, három ellen, három, kettő ellen megoszlanak majd. Mi mást, mi többet jelent az, hogy Jézus nevére keresztelkedik meg? Valahogy úgy, ahogy az Ábrahám döntését felvenni, tesz igazán zsidóvá bennünket, és ezt kéri számunk Keresztelő János, hogy vajon olyanok vagytok-e, mint Ábrahám. A Krisztus nevére megkeresztelkedni azt jelenti, hogy szüntelenül felmerül a kérdés, hogy vajon olyanok vagytok-e, mint a Krisztus. Akkor vagytok ugyanis keresztények. Nem akkor, hogyha szervezetileg, állam által elismerten, nem vallási tevékenységet végző egyesületként, hanem bevett és elismert egyházként művelitek ezt, akkor vagytok, nem akkor vagytok keresztények, hanem akkor vagytok, ha a Jézus nevére vagytok megkeresztelve, aki nem csak azt mondta, hogy az ő tanítványává így lesz az ember, hanem ha fel is veszi a keresztet is. Ez egy nehéz dolog. Nem kell gyötrődni ezen, mert még azt is mondta az Úr, hogy a böjtölünk se legyünk borús ábrázatúak, hanem próbáljuk meg szeretni. Próbáljuk meg úgy hozzáállni, mint hogy ez a 12 atyafi, aki boldog volt, hogy végre kinyílt a szemük, és megértettek valamit. Hogy amiről Keresztelő János is beszélt, hogy valaki jön utánam, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd, hogy ennek kéne megtörténnie, hogy elégessük mindazt, ami polyva, ami maghoz tartozott, ugyan, de mégsem a lényeg. A maghoz tartozott a polyva is, mert ugye a polyva és a törek a magnak Isten által teremtett részei, ugye az egyik a kis kagylószerű, amiben a mag van, a másik meg az a kis bajusz, az a kis reszelőszerű valami, ami ott van a kalász végén, de hát nem nagyon lehet vele mit kezdeni, nem eszik meg a madarak, ott szemétként olvad be valahogy a természetbe, vagy hogy ne fújja ide-oda a szél, ember, menj már azt, égesd el azt a vackot, mert behordja ide állandóan a lakásba a szél, és ember morog egyet, kimegy a lapátjával, rádobja a katlanra, amiben mondjuk krumplit főz, vagy nem tudom én mit az állatoknak, és akkor gyorsan ellobbanó lánggal a pejva és a törek odavész is. Azt mondja, ott ennek a képnek a kapcsán, kimondatlanul is az Úr, hogy mag vagy polyva. Hát ebben szülesség döntés. És a Jézus nevére megkeresztelkedni, és az ő tanítványává lenni azt jelenti, hogy a Szentlélek irányít. Jézusnak nem volt olyan magánélete, amit ne az Isten kegyelme légkörében vitt volna véghez. És így a mi számunkra is a kérdés, hogy vajon vetetek-e szent lelket, ez úgy is fölvethető, hogy vajon valóságosan a Krisztust követitek-e, vagy van egy papírotok arról, hogy valaha megkereszteltek benneteket. Vajon vetetek-e szent lelket is, vagy csak van egy papírotok? Erről politikailag itt vagy ott foglaltok állást. Ha kimerjük mondani, hogy ha sem tudtam, hogy van-e ilyen, vagy hogy ez Isten akarata, hogy beteljünk az ő lelkével, és legyünk az ő tanítvány, mindegy, hogy hova küld, lehet, hogy éppen állatok védelmére, én ezt nem tudom. Vagy péknek, vagy vámszedőnek, nem tudom minek, mert ott is kell, hogy legyen neki embere, aki szót tud érteni ezekkel az emberekkel is. Vettetek-e szent lelket? Irányít-e bennünket az Úr láthatatlanul? Nem tudom, hova megyek, nem tudom, miért indultam neki ennek az útnak, de ez volt Isten akarata. Ez a kérdésünk most,
hogy amit az Úr akar, az történik-e, mert ha igen, akkor vettünk szent lelket, nem a nyelveken szólás a bizonyítéka ennek, hanem hogy követem-e Isten akaratát, legyen úgy. Amen. Kedves hallgatóink, mai adásunkban Iványi Gábornak a Megbékélésháza templomában 2021. július 11-én elhangzott prédikációjának a szerkesztett változatát hallgathatták meg, a megtérésről, az Úr akaratáról. Jelen adásunkat kedden délelőtt 11 órakor megismételjük. Korábbi adásaink meghallgathatók, letölthetők a www.metegyház.hu oldalunkról, illetve megtalálhatók vagyunk a Facebookon, mint Oltalom Karitatív Egyesület, vagy mint Metegyház Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, illetőleg a YouTube-on is, mint Metegyház, ahol a korábbi adások, egyéb tartalmak is letölthetők. Következő vasárnap 17 órakor Berecki Géza várja önöket itt a Civil Rádióban, a Kényes Egyensúlyban. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Takács István, viszont hallásra! Kényes Egyensúly. A Wesley Stúdió magazin műsora a Civil Rádióban. Oh,